Hulladék rengeteg, amerre a szem ellát. A legtöbb szemetet égetés során semmisítik meg, de a kidobott élelmiszer hulladékot összegyűjtés után nem lehet így hasznosítani, mivel ezeknek a hulladékoknak magas a víztartalma és égetéssel nem nyerhető energia belőle. Ezek a hulladékok maguktól bomlanak le, de ezáltal széndioxid és kis mennyiségű metán jut a levegőbe, amely hosszú távon elősegíti a globális felmelegedést. A Nébih ennek a folyamatnak a megállítására és az élelmiszer pazarlás megfékezésére hirdette meg a Nem leszek szemét média használattal egybekötött internetes kihívást, amelyre október 16-áig lehet jelentkezni. A maradék nélkül honlapunkon lehet a részleteket megismerni, de a lényeg, hogy a maradék nélkül Facebook oldalon, illetve az Instagramon az ember az ismerőseivel egy néhány olyan kihívást tud teljesíteni, illetve megosztani, amely célja, hogy tudatosabb legyen az élelmiszer mentési tevékenység. Mondok is rá néhány példát. Azon kívül, hogy ezeket az oldalakat követi az ember, érdemes elolvasni a folyamatosan megjelenő cikkeket, vagy megnézni az infografikákat, ezeket továbbosztani. Érdemes hűtőnapot tartani, vagyis havonta egy olyan délelőttöt kitalálni, mondjuk minden első szombaton, amikor egy 10 percet arra szánunk, hogy felfedezzük, hogy mi minden van a hűtőbe, így elkerülhető az, hogy megromoljon az ott tárolt étel. A Nébih legutóbbi mérése 2019-ben volt, melynek eredménye azt mutatta, hogy egy fő egy átlagos év leforgása alatt 32 kg élelmiszert pazarol el. Forintosítva ez azt jelenti, hogy egy átlagos négy fős magyar háztartás 128 ezer forintnyi élelmiszert pazarol el évente. Az élelmiszer pazarlásra ezért nem csak környezetvédelmi okokból kell jobban odafigyelni, a tudatosságot már gyermekkorban érdemes kialakítani. Ez a média kihívás ebben is segíti a szülőket, és a nyereményjátékok is motiválhatják a résztvevőket. Sok-sok ajándékcsomagot fogunk szétosztani a legjobbak között. El kell érni egy minimum pontszámot, és utána a nyerteseket sorsolással választjuk ki. Lehet nyerni állatkerti belépőt a Pécsi Állatkertbe, belépőt a Csodák Palotájába, különböző vicces püs jószágokat, jellemzően szalmonellát és hasonló kórokozókat. Lehet nyerni egy Nébih szakácskönyvet, amelyet egy híres sztárséffel közösen készítettünk el, illetve természetesen sok-sok egyéb ajándékcsomag is várja a gazdáját. A Nébih kihívásának részletei a maradéknélkül.hu oldalon érhetőek el.